Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Péntek, szombat, vasárnap. Itt ezek a kártyák mutatják azt, hogy mi történik a pénteki napon. Valamit szeretnénk lezárni, vagy tisztázni a dolgokat, de minden olyan átláthatatlan. Mások is beavatkoznak a dolgainkba, az is lehet, hogy van egy lelki társatok, de jelenleg nem tudjátok rendezni a dolgokat, mert valaki befolyásolja őt. Itt a hold azt mutatja, legyetek visszahúzódóak, várjatok, amíg ő döntéseket hoz, vagy lerendezi itt a dolgait. A hold itt azt is jelenti, hogy megvan a remény, neki megvannak a vágyai és az álmai, ami titeket illet. Ő mutatja az érzelmeit, de legyetek még türelmesek, amíg ő erre nyitott, az viszont biztos, és ti érzitek belülről, hogy van egy lelki kapcsolat köztetek, és itt mély érzésekről van szó. Szombat. Kicsit szomorúak vagytok a múlt miatt. Itt jönnek az emlékek, a könnyek, az is előfordulhat, hogy ezek a sebek, amit ti átéltetek a múltban, ezek az emlékek nagyon intenzíven érezhetőek, és sírtok, de ez a szomorúság, a könnyek, ez a fájdalom véget ér, mert itt ez a kártya, a halál, ez azt jelenti szimbolikusan, hogy a múltat le fogjátok zárni, ez a szomorú történet befejeződik, és lesz egy új kezdet, erre utal a vasárnapi nap. Valami lelkesít titeket, áttettétek magatokat a nehézségeken és a fájdalmakon, a félelmeken. Szerencsétek lesz itt a szerelem területén, ez lelkesíteni fog benneteket, lesz egy új kezdet, és itt ez az arany érem, az mutatja az értékeket, ez egy értékes párkapcsolat. Mivel ez az arany érem a föld elemével áll összeköttetésben, az utal a reális dolgokra. Itt még álmodozásokról van szó, itt viszont már a tettekről. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslásom. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!